Az országgyűlés 2011. novemberében fogadta el az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely tartalmazza a gazdasági kamarákról szóló korábbi törvény módosítását is. 2012. január 1-től az egyéni és társas vállalkozások kötelesek kezdeményezni nyilvántartásba vételüket, illetve a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5000 forint hozzájárulást kell fizetniük. Ellenszolgáltatásként a kamara köteles részükre térítésmentesen gazdasági, pénzügyi, adózási és hitelhez jutási kérdésekben tanácsadást adni, és üzleti partnerkeresési és pályázatfigyelési szolgáltatásokat is nyújtani. A hozzájárulást minden év március 31-éig a megyei kamaráknál személyesen vagy banki átutalással kell kiegyenlíteni, hangzott el egy keddi nyíregyházi szakmai fórumon. A megyében 30 ezer gazdálkodó szervezet kötelezett arra, hogy kamarai hozzájárulást fizessen 2012 óta március 31-ig minden évben. És ha megnézzük a számokat, hogy ez a befizetési arány hogyan alakult az elmúlt években, akkor elmondhatom azt, hogy a kötelezetteknek 70%-a teljesítette a befizetést. Tehát én úgy gondolom, hogy a megyei viszonyításokat nézve ez egy nagyon jó arány, de a kamarának mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a nem fizetőket is felszólítsa arra, hogy ezt a kötelezettséget teljesítsék, hiszen ez a kamarai hozzájárulás köztartozásnak minősül és adók módjára behajtható. A kamarát a törvény kötelezi arra, hogy ezt a behajtást elindítsa, és a gazdálkodó szervezeteket tájékoztassa arról, hogy ezt a befizetést teljesíteni kell. Az eseményen a helyi adók aktuális kérdéseiről is előadást hallhattak az érdeklődők. A nyíregyházi önkormányzat aljegyzője az iparűzési adó bevallásáról adott tájékoztatást, kiemelve, hogy az adózóknak az elektronikus út lehetősége mellett érdemes papíralapon nyomtatványként is benyújtani iparűzési adóval kapcsolatos bevallásukat. A helyi iparűzési adó bevallásokat be lehet nyújtani 2017. január 1-től a NAV-on keresztül is. A Városháza adóosztálya viszont most is azt ajánlja, hogy a mi nyomtatványainkat, az elektronikus űrlapokat használva nyújtsák be ezeket a bevallásokat, tekintve, hogy itt már olyan kedvezmény lehetőségek is be vannak építve automatizmusként a nyomtatványba, amelyet nagyon sokan a tapasztalatok alapján elfelejtenek a NAV-os nyomtatványon jelölni. Az előadáson a Vállalkozz Digitálisan című program aktualitásairól, a pályázati lehetőségekről és a pályázat benyújtásának módjáról is szerezhettek fontos információkat a jelenlévők.